Üdvözöllek! Elérkeztünk előadássorozatunk második részéhez, melynek a témája ősi tekercsek titkai és amit nekünk üzennek. Néhány évvel ezelőtt egy bizonyos mars úr megtudta, hogy a nagynénje meghalt, és végrendeletet hagyott hátra. Ezt írta. Szeretett Stephen Marsra hagyom a családi bibliát minden tartalmával, és ami a házból megmarad. Igen, miután minden adósságot kifizettek, csak pár száz dollár maradt meg a házárából. A pénz hamar elfogyott, és Marsónak csak a családi biblia maradt, amit a ház egyik gerendájára helyezett. Stephen Marsnak kis nyugdíja volt, majd 30 évig szegénységben élt. Végül a 90-es éveiben járva úgy döntött, hogy fiának otthonába költözik. Csomagolás közben ráakadt a Bibliára, és elkezdte forgatni annak lapjait. Mr. Marsh nagyon meglepődött, amikor bankjegyeket talált szétszórva a Biblia lapjai között. Több mint 5000 dollárt számolt össze, ami akkoriban igen nagy összegnek számított. Életének nagy részét szegénységben töltötte, miközben gazdag lehetett volna. Isten igéjében csupán karnyultásnyira volt tőle a gazdagság kincsözöne. Lehetséges, hogy mi is ilyen óriási kincsnek a közelében vagyunk? Emberek milliói hisznek abban, hogy a Biblia a legcsodálatosabb könyv, amit valaha is megírtak. Meggyőződésük, hogy a Bibliát Isten ihlette, és annak sorai világos útmutatót nyújtanak az örök élet elnyerésére. Isten igéjét mindenféle nemzet, nyelv és faj képviselői közül sokan értékes és életjobbító kincsként fogadták el. Másokat komoly kétségek gyötörnek és sok kérdést forgatnak gondolataikban. Mit mondhatunk hát a legnagyobb példányszámban eladott könyvről, a Szent Bibliáról? Megbízható? Az igazságot tartalmazza? Pontos? Némelyek azt mondják, hogy a Biblia megbízhatósága minden kétségen felül áll. Mások szerint nem. Kinek van igaza? A válasz fontos, mert ha a Biblia valóban igaz, akkor akár bízunk benne, akár nem, számunkra élet-halál kérdése rejlik benne. Ha a Biblia igaz, akkor teljes örök sorsunk annak a függvénye, hogy hiszünk-e benne, és elfogadjuk-e a szavát. Ha hiszünk a Bibliában, akkor az Istenben való hitünk is máshogy alakul. Egyetlen hely van, ahol világos képet nyerhetünk Istenről. Ez pedig a Biblia. Tulajdonképpen éppen ezért kaptuk a Bibliát. A Biblia bemutatja nekünk azt az Istent, akit nem láthatunk saját szemünkkel, és akit csak úgy ismerhetünk meg, ha elolvassuk a prófétái, és fia által hozzánk küldött üzeneteit. Lássuk hát ezt a nagyszerű könyvet, a Bibliát, más szóval Isten igéjét. Találunk-e valamilyen bizonyítékot arra, hogy a Biblia megbízható, és hogy igaz? A Biblia valójában nem csupán egy könyv, hanem egy egész könyvtár egy kötésbe fűzve. A Biblia 66 könyvét különböző korokban, különböző szerzők jegyezték le, mintegy 1600 éven keresztül. Az Ószövetségben 39, az Új Szövetségben 27 könyv található. A Biblia könyvei 45 különböző szerzőtől származnak, mégis olyan csodálatos egységet tapasztalunk közöttük, ami csak azzal magyarázható, hogy azonos forrásból merítettek. Ez a tökéletes összhang annak ellenére létezik, hogy a szerzők közül a többség soha nem látta egymást. Különböző kultúrából származó és foglalkozású emberek voltak. Némelyek halászok, mások pásztorok, királyok, kormányzati tisztviselők,
földművesek, prédikátorok, államférfiak voltak, egyikük pedig orvos volt. Mindezek ellenére írásaikat tökéletes összhang és egység jellemzi. Ez egy valóságos csoda. Ez az összhang csak azzal magyarázható, hogy Isten adta számunkra ezt a könyvet, hogy megismertesse velünk akaratát. Péter így írt, mert sohasem ember akaratából származott a profétai szó, hanem a Szent Lélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Pál apostol ezt írta. A teljes írás Istentől ikletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Isten azért választotta az üzenet közvetítésnek ezt a módját, az írásos formában való közlést, mert a bűn elvágta a közte és az ember közötti kapcsolat csatornáját. Amikor Isten és az ember együtt járt és beszélt egymással az Édenben, nem volt szükséges, hogy proféta írja le Isten akaratát az ember számára. Miután Ádám vétkezett, elrejtőzött Isten elől, mert félt, és bűntudata volt tette miatt. Amikor Isten megkérdezte tőle, hol van, Ádám így felelt. Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, és elrejtezém. Isten nem érintkezhetett többé szemtől szembe teremtményeivel. Isten prófétáit majd fiát választotta ki eszközül akaratának közlésére. Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Isten a Midian pusztájában tartózkodó Mózest hívta el arra, hogy írja meg a Jób könyvét és az Ótestamentum első 5 könyvét, amit összefoglaló néven törvénynek, Tórának neveznek. Ez Krisztus előtt 1500 körül történt. Izrael népének száma ekkorra már több milliós nagyságrendűre emelkedett, és Isten írott formában kívánt érintkezni népével. Ez éppen akkor volt, amikor a képírás helyett a betűírást vezették be. A nép így már el tudta olvasni a 10 parancsolatot, illetve a Mózes által lejegyzett törvénykönyvet is, amit Isten saját újjával írt a táblákra. A kérdés azonban továbbra is ez. Pontos-e és megbízható-e a Biblia még mai formájában is? 1947-ig a legkorábbi ószövetségi kéziratok a Krisztus utáni 900-as évekből származtak. A felfedezett Ézsaiás tekercs a Krisztus előtt 125-ös esztendőből való. Ez a tekercs több mint 1000 évvel ezelőtt keletkezett, mint a megtalálásának idejéig legrégibbnek ismert kézirat. A tekercs Ézsaiás teljes könyvét tartalmazta. Sir Frederick Kenyon, az egyik legképzettebb szakember és a brit levéltári tanulmányok iskolájának elnöke bejelentette, hogy a mindegy 1000 évi másolások ellenére a 166 szóból álló fejezetben csak egy, 3 betű szó vált kérdésessé, és ez a szó egyáltalán nem okoz jelentős változást az üzenet értelmére nézve. Sir Frederick Kenyon ezt így értelmezte. A keresztény kezébe veheti a Bibliát félelem és ingadozás nélkül. Mondhatja, hogy Isten igaz üzenetét tartja kezében, mely generációról generációra gyakorlatilag hiánytalanul megmaradva jutott el napjainkig, oly sok generáción át. Sir Kenyon azután tette ezt a kijelentést, miután egész életét annak kutatására áldozta, hogy milyen módon maradt fenn a Biblia nemzedékről nemzedékre, és hogy a különböző másolások milyen hatással voltak a könyv eredeti üzenetére. A Biblia kritikusok valamivel több mint egy évszázaddal ezelőtt sok okot találtak a Biblia kétségbevonására, de a régészek ásója ezek közül, a bírálatok közül igen sokat lecsendesített. A 19. századig igen keveset tudtak az ősi időkről, kivéve amit a Biblia mondott. Az ősi történelem az egyiptomi hieroglif képírás
furcsa képei között rejtőzködött. Sem Egyiptomban, sem az egész világon nem tudták megfejteni ezt az írást. 1798-ban Napóleon katonai expedíciót küldött Egyiptomba. A 38 ezer katona mellé Napóleon magával vitt még 100 művészt, nyelvészt és tudóst is, mert ismereteket akart szerezni ennek az érdekes országnak a történelméről. Mindenütt a múlt lenyomatát találták. Olvashatatlan feliratokat, díszes műemlékeket és templomfalakat. Napóleon és tudósai szerették volna megismerni a képírás üzeneteinek titkos jelentését. Egy évvel később, 1799-ben bekövetkezett az addigi legjelentősebb régészeti felfedezés. Napóleon egyik katonája kiásott egy 122 cm hosszú és 76 cm széles fekete követ, mely megnyitotta a képírás titkának ajtaját, és századokon át rejtve maradt titkokat hozott felszínre. Rosetta kő néven az emléktárgyat ma is őrzik a British Múzeum falai között. A Rosetta város közelében felfedezett kődarab egy ősi rendeletet tartalmaz három különböző nyelven. Hieroglif, népi egyiptomi és görög. A tudósok természetesen könnyedén lefordították a görög szöveget, de nem így a hieroglifákat. 20 évvel később, 1822-ben egy tehetséges francia fiatalember, Jean-François Champollion az egész világot felkvaró felfedezést tett. Megfejtette a Rosetta kő hieroglifáit. Ekként Egyiptom ősi történelmének óriási kincsei megnyíltak a világ tudósai előtt. De ami még fontosabb, Egyiptom elfeledett történelme most előállt és igazolta a Biblia lapjait. A feliratos kövek az egész világnak azt kiáltották, hogy a Biblia sorai igazak. Minél több ásatást folytatnak le a régészek, annál több bizonyítékot találnak a Bibliában olvasható történelem hitelesítésére. Nemrégiben új felfedezések rázták meg a régész világot. Az ásatások Tel Marduk városában történtek. Ez a szíriai város, ősi nevén Ebla, gazdag és fejlett társadalmat mondhatott magáénak, mintegy 300 ezer lakossal. A holtengeri tekercsek felfedezése óta nem volt olyan esemény, mely ennyi tudós érdeklődését keltette fel. A történet a Biblia tanulmányozóit még nagyobb izgalommal töltötte el. A város palotájával egybeépített írástudó iskolában mintegy 14 ezer feliratos agyaktáblát és töredéket találtak a Krisztus előtti 2300-as évekből. A világ legősibb kormányzati levéltára több mint 100 év hivatalos feljegyzéseit őrizte meg az eblai királyság történetéből. Néhány történész kétségbe vonta, hogy a zsidók elsajátíthatták a betűírás ismeretét Mózes idejére, ugyanis a 19. századig semmilyen történelmi bizonyíték nem támasztotta ezt alá. Az Ebla táblák és más felfedezések azonban sokkal régebbi időkből valók, mint amikor Mózes élt. Sőt, a régészek egész könyvtárakat fedeztek fel, amelyek eredete évszázadokkal megelőzi Mózes születését. Az Ebla táblák hivatkoznak a teremtés és az özönvíz történeteire. Olyan személy és helységneveket is említenek, melyek jellegzetesen a Bibliában fordulnak elő. Például Ézsau, Ábrahám, Izrael, Sínai és még Jeruzsálem is. Az igazi érdekességet azonban a két bűnös város, Szodoma és Gomorra említése jelentette. A táblák felfedezéséig a Biblián kívül semmilyen más történelmi utalás nem említette ezeknek a városoknak a nevét. Ebből kifolyólag csupán képzeletbeli helyeknek tekintették őket. Azonban sok könyvnek helyesbítésre van szüksége, mert ezek a leletek nagyon sok korabeli földrajzi helységnév létét igazolják.
Néhány írónak ezek után be kell látnia, hogy a Teremtés könyve több, mint ókori pásztordalok és legendák gyűjteménye. Az eblai és egyéb felfedezések alátámasztották a Biblia hitelességét. Dávid így szól, a te igédnek summája igazság. Isten így szól Ézsaiáson keresztül. Én az Úr igazságot szólok, és megjelentem, amik igazak. A közmondás szerint a halottak nem mesélnek. Pedig dehogy nem. Ezek a történetek lenyűgözőbbek a regényeknél. Rég volt civilizációk szólnak hozzánk pontos sírjaikból, igazolván Isten igéjének pontosságát és hitelességét. A 19. századig néhány tudós úgy vélte, hogy Babilont Szemiramisz királyné építette. A Bibliában azonban Dániel így idézi Nabukodonozor királyt. Nem ezé a ma nagy Babilon, amelyet én építettem? Kinek volt igaza? 1899-ben Robert Caldwell Babilon ősi romjainak feltárásába kezdett. Égetett téglák tízezreit hozta felszínre, melyek Nabukodonozor király pecsétjét ábrázolták. Egy ékírásos táblakövet is találtak Babilonban, mely Nabukodonozor vívmányait foglalta össze. A király kijelenti a sorok közt. Az Északira és Babilon erődítményei által örökké megalapoztam és megerősítettem birodalmam nevét. A Biblia kijelenti, hogy a büszke Nabukodonozor így szólt. Nem ezé a ma nagy Babilon, amelyet én építettem királyságom házának, az én hatalmasságom ereje által és dicsőségem tisztességére? A jelenleg Londonban őrzött Kelet-India ház felirat 6 babiloniai írással felvésett oszlopban beszél Nabukodonozor hatalmas építkezési programjairól. Az ásó megint csak igazolta a Bibliát. A világi történetírás másik érdekessége volt Belsazár babiloni uralkodó nevének hiánya. A Biblia megnevez egy Belsazár nevű uralkodót, aki szemtanúja volt a falon történő kézírás mozdulatainak a nagy lakomán. Csupán Dániel gazdag fantáziájának szülötte lett volna? Egyáltalán nem. Nabonidus, Nabukodonozor egyik utóda, Belsazár nevű fiára hagyta a babiloniai trónt, miközben ő 10 évet az arábiai Temában töltött. Régészek által fellelt kőhengerek tanúsítják, hogy a trón valóban Belsazárra, a királyi hercegre szállt. A felirat szövege így szólt. Felmagasztalt fiamra, testi leszármazottamra vonatkozóan pedig kérlek, táplált szívében a nagy istenség iránt imádatot, és ne vétkezzem. Legyen elégedett az élet bőséges ajándékaival. Kedvelt elsőszülöttem, Belsazár szívében éljen tisztelet a nagy istenség iránt. Milyen érdekes, amit Dániel könyvének utolsó fejezetében olvasunk. Te pedig, Dániel, zárt be beszédeket, és pecsételt be a könyvet a végső időig. Tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Az ismeret növekedése nem csupán a tudományos világra korlátozódik. A tudás Isten igéjének megbízhatóságával kapcsolatban is gyarapszik. Bibliai tájakon feltárt téglák és hengerek, táblakövek és feliratok bizonyítják, hogy a Biblia szavai igazak. Mindezeken túl az is igazolja a Biblia Istentől ikletett voltát, hogy minden, amit a jövőről mond, pontosan bekövetkezik. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek. Igen, miközben Isten elhúzza az idő függönyét, és betekintést nyújt a jövőbe, rámutat arra, hogy Isten könyve a Biblia nem egy közönséges könyv. A Biblia az Isten könyve. Mielőtt Babilon elérte volna hatalmának és dicsőségének csúcsát,
Isten igéje előre megjövendölte bukását. És olyan lesz Babilon, a királyságok ékessége, a káldeusok dicsekvésének dísze, mint ahogyan elpusztítá Isten Szodomát és Gomorát. A Biblia még azt az uralkodót is megnevezte, amelyik legyőzi majd ezt a hatalmas királyságot. Felindította az Úr a médiabeli királyok lelkét, mert Babilon ellen van az ő gondolatja, hogy elveszesse azt. A Babilont legyőzendő hadvezér nevét és a győzelem taktikáját a Biblia 150 évvel születése előtt megjövendölte. Így szól az Úr felkentjéhez, Círuszhoz. Ő előtte megnyissam az ajtókat, és a kapuk be ne zároltassanak. Vajon teljesedtek-e a Biblia jövendőlései? Szó szerint. A Brit Múzeum Perzsa termében áll a Círusz-henger, melyet Babilónia romai között leltek, és ezen az anyag hengeren Círusz beszámol győzelméről. A részletek teljes mértékig megegyeznek. A Biblia nem csak Babilon lerombolását jövendölte meg, ennél többet is mondott. És Babilon kőrakássá lesz. Ézsaiás ezt írta. Nem lakják nemzetségről nemzetségre, hanem vadak tanyáznak ott, és baglyok töltik be házaikat. Egyedül Isten láthatta előre, és jövendőlhette meg ilyen pontosan a hatalmas Babilon végzetét. A felfedező Austin Layard így ír az ősi Babilon romjairól. Alaktalan romhalmok borítják a földet mindenütt. Csupasz és visszataszító látvány. Baglyok huhognak a gyére erdőkből, és csúfsakálok ólálkodnak a barázdák között. Babilon korábbi dicsőségéből semmi sem maradt fent. Csupán egy útjelző tábla mutatja a hozzávezető irányt. Az ősi Babilon felett tornyosuló halmok alapos bizonyítékot szolgáltatnak a Biblia hitelességével és ihletettségével kapcsolatban. Bizonyára egyetértünk az Ószövetségi prófétával. Megszáradt a fű, elhult a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Ha Istennek van bölcsessége és képessége arra, hogy századokkal előre oly pontosan meghatározza az ősi birodalmak jövőjét, akkor egy pillanatig sem kell kételkednünk afelől, hogy saját sorsunkra nézve is meg tudja határozni a jövőt. A bibliai profécia lehetőséget ad arra, hogy Isten segítségével a függöny mögé tekintsünk, és meglássuk, milyen megoldásokat ajánl Teremtőnk a bolygónkon való élet veszélyeinek és a túlélés keresésének kérdéseire. A Biblia több, mint megbízható történelem, több tudományosan megbízható tényeknél és beteljesedett proféciáknál. Ha ez nem volna így, akkor nem számítana, hogyan viszonyulnak hozzá az emberek. A könyv fő témája és központi igazsága annak a történetnek a leírása, ami egy Jeruzsálem melletti köves hegyoldalon történt, majdnem 2000 évvel ezelőtt. Ezzel kapcsolatos állásfoglalásunknak meghatározó szerepe van életünkben. Az élő Isten fia vagy meghalt a kereszten, vagy nem. Vagy igaz, amit a Biblia mond róla, vagy nem. A Kálvária története képzelet vagy valóság? Nem mindegy, hogy milyen eredményre jutunk. Talán a legnagyobb bizonyság a Biblia hitelessége mellett a könyvnek az a hatalma, amely által életeket képes megváltoztatni. Ez a hatalom egy személyben nevezhető meg. Jézus Krisztus. Jézus így szólt. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Jézus az Ószövetségről beszélt, mert az Új Szövetség ekkor még nem létezett. Az Ószövetség lapjait átolvasva felfedezzük, hogy azok egy eljövendő messiásról, annak szabadító szolgálatáról és szeretetéről szólnak. Jézus így szólt tanítványaihoz. Ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak,
amik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem. Az Ószövetség prófétált Krisztusról, az Új Szövetség pedig beszámol élettörténetéről. A teljes Biblia Jézus nyilatkoztatja ki, aki eljött, hogy bemutassa az atyát egy lázadó bolygónak. Ezért hívják a Bibliát úgy, hogy az Isten élő igéje. Ahová csak eljut, élő hatalmas sugároz az emberekre. Hatalmat, mely életeket változtat meg, megerősíti a gyengét, bátorítja a csüggedőt, és reményt ad a haldoklónak. A Biblia átalakító hatalma az egész történelem folyamán újra és újra megmutatkozott. A hirtelen haragú emberek béketűrőkké váltak hatalma által. Feslett, erkölcstelen emberek váltak tisztává és becsületessé. Iszákosok szabadultak meg italuktól, tolvajok a lopástól, csalók a csalástól. Nem kell messzire mennünk. A börtön falai közt találhatunk megáltalkodott gonosztevőket, akik a Biblia hatalma által örvendező keresztényekké váltak. Nem kell messzire mennünk, és találhatunk olyan házasságokat, melyek egyenest a válás felé haladnak, de a Biblia hatalma által megmenekülnek, és új szeretettel töltődnek meg. Senki nem tudja úgy olvasni a Bibliát napról napra, és őszintén, hogy közben Isten igéje ne változtatná meg szívét és életét. Ha minden nap szánunk időt a Biblia olvasására, meg fogunk változni. Jézus az emberek megjavításával töltötte idejét. Ez a keresztény hit lényege. A Biblia lényege is ez. Ebben áll hatalmának titka. Jézus jól tudta, hogy milyen hatalom változtatja meg az embert. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Az igazság szabadítja és változtatja meg az embert. Az igazság tesz egy iszákost józan és szerető apává. Az igazság szabadítja meg a kábítószer rabját. Mivel napjainkban oly sok megtévesztésnek vagyunk tanúi, feltesszük a kérdést. Mi az igazság? Jézus megadta a választ. A te igéd igazság. A Biblia, Isten igéje igazság. Ennek az igének a hatalma változtathatja meg az emberek szívét. Isten igéje azonban csak azokat változtatja meg, akik hajlandók megváltozni. Azokat, akik hajlandók elfogadni a könyv főszereplőjét, Jézus Krisztust. A Biblia tanulmányozása milliók életét változtatta meg. A Bibliánál nincsen nagyobb hatalom a világon az emberi szív megindítására és az élet megváltoztatására. Nagyon sokat számít, hogy hogyan gondolkodunk erről a könyvről. A Biblia több egy puszta könyvnél, amit a gyülekezetbe viszünk, vagy a polcunkra helyezünk. Több hasznos információnál és tanásnál. Általa maga Isten szólítja meg szívünket. Isten levele ez a földi bolygón élő gyermekeihez. A túlélés, örök boldogság és lelki béke titkát találhatjuk meg benne. Hadd mondjak el egy történetet arról, hogy miként változtathatja meg Isten igéje emberek életét. Sok évvel ezelőtt volt egy Bounty nevű hajó. 1790-ben Bligh kapitány és személyzete elindult Angliából ezen a hajón, hogy kenyérfa csemetéket találjon és ültessen a Karib-szigeteki rabszolgák részére. Mivel a kapitány szörnyen bánt a személyzettel, összeesküvést szerveztek a hajón. Az összeesküvés vezetője, Fletcher Christian, egy kis hajóba kényszerítette Bligh kapitányt és a személyzet közül 18 munkást. Bligh kapitány kiváló szakértelme következtében a kis hajó sikeresen visszatért Angliába. A Bounty csapata nem haladt ilyen ügyesen, de végül sikerült kikötniük a lakatlan Pitcairn szigeten. A hajót elégették, hogy ne tudják megtalálni őket. Amikor Tahitiben voltak, Bligh
a hajóra vett néhány asszony gyermeket és benszülöttet. Amikor a férfiak megtudták, hogy hogyan készíthetnek likört, veszekedésbe és egymás gyilkolásába kezdtek. Az összeesküvők és a tahiti férfiak megölték egymást. Hamarosan egyetlen túlélő maradt néhány asszony és gyermek társaságában. John Adams volt a neve. John Adams emlékezett, hogy Fletcher Christiannak volt egy bibliája. Ez volt az egyetlen könyv a szigetem. Megkereste a bibliát, és olvasni kezdte alapjait. Életében valami változás vette kezdetét. Felismerte a rá nehezedő komoly felelősség súlyát. A Biblia segítségével a sziget lakóinak tanításába fogott. Itt voltak a gyermekek, a halott összeesküvő gyermekei. Némelyek apja maga Fletcher volt. Ezek a gyermekek most az ő kezében voltak. Jövőjüket az határozta meg, ahogyan ő, John Adams kezelte őket. Megtanította őket írni, olvasni és helyesen viselkedni. A gyerekek rendszerető, becsületes és odaadó keresztényekként nőttek föl. Ez a szokatlan érdeklődés Isten igéje iránt és a sziget teljes lakosságának a megváltozása megragadta az elhaladó hajók, később pedig a brit kormány, majd az egész világ figyelmét. Ez a Biblia mi életünket is megváltoztathatja. A Bibliát olvasva ugyanaz a Szentlélek, aki századokkal ezelőtt iklette a Biblia könyveit, átformálja gondolatainkat olvasás közben. Olvassuk Isten igéjét, nyitott szívvel és egyszerű hittel. Ó Uram, mutasd meg igazságodat, és én követni fogom. Mutasd meg, mely területeken kell megváltoznom. Szeretnék találkozni veled a Biblia lapjain, mint szerető, megbocsátó és szívemet átformáló megváltómmal. Nem csupán a Biblia, hanem a Biblia szerzője az, aki változásokat hoz életünkben. Amint egyre jobban megismerjük őt, hitünk is egyre növekedni fog, hiszen annál jobban megszeretjük őt, és mindinkább megbízunk benne. Adjátok a Szent Bibliát kezembe, ez ott vigaszt a gond és baj között. Nincs vész, melyik és szent fényét elfedje, mióta Jézus értünk földre jött. A Bibliának hadd ragyogjon fénye, asszük a bónát, minket ez vezet. Az Úr iránt ragadt szent tiszteletre, ígéret, törvény és a szeretet. Adjátok a Szent Bibliát kezembe, a fáradt vándort ez enyhíti meg. Valódi érez bármilyen sebekre, ez szüntet kint és gyógyít beteget. A Bibliának hadd ragyogjon fénye, a szűk a bónát, minket ez vezet. Az Úr iránt ragadt szent tiszteletre, ígéret, törvény és a szeretet. Adjátok a Szent Bibliát kezembe, hadd szívjam annak balzsam túl szavát. Ó, hadd fogasszon ez öröm könnyekre, s hálára az én Istenem iránt. A Bibliának hadd ragyogjon fénye, a szűk a bónát, mint